azt gondolom, hogy napjainkban ez a feszült idegállapot egyre több embert kap el, egyre több ember érzi a bizonytalanságot, a jövőtől való félelmet, teli van szorongással, és mivel, hogy ez egy egészségügyi diktatúra valójában, ami jelenleg zajlik, természetesen, hogy a hipokondria is felüti a fejét, mert már nem tudjuk, hogy milyen tünetek mit okoznak, hirtelen eltűnt az influenza, már azt sem tudjuk, hogy valami allergia vagy nem allergia, már mindenre azt fogják mondani, hogy COVID. Szóval eljött az ide annak, hogy beszéljünk egy kicsit a pánikról, a szorongásról, a hipokondriáról, hogy lássuk, hogy ezek mögött milyen problémák, milyen lelki tartalmak húzódnak meg. A történet megértése természetesen germán gyógytudomány révén fog sikerülni, és Hammer doktornak, ha az intelmét vagy javaslatát figyelembe veszük, akkor használni is fog mindaz, amit hallani fogunk. Ugye ő mondja, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Ne feledjük el, hogy a józan ész egymagában még nem elegendő, mert az érzelmileg megélt történeteket érzelmileg kell lezárni. Márpedig az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot, az mindig egy félelem. Az mindig egy félelem, egy nagyon súlyos félelem, ami váratlanul, meglepetésszerűen érkezett az életünkbe, és magányosan éltük meg. Ez egy nagyon lényeges része annak, hogy mi az, ami elindít bennünk egy olyan folyamatot, aminek a végeredményét majd ráknak, vagy gyógyíthatatlannak, vagy rosszindulatúnak, vagy autoimmunnak fogják nevezni, és vagy ismeretlennek. Mert hogy ilyen is van, bár már igyekeznek mindent genetikailag megmagyarázni. Szóval a probléma csak az, hogy félelmek mindig fognak jönni a napjainkban. Kérdés, hogy meddig maradunk benne a konfliktusban? Ez az első és legfontosabb kérdés. Nem az a kérdés, hogy most megijedtem, vagy nem ijedtem meg. Mert ez egy természetes biológiai program. Viszont, hogy meddig maradok bent a konfliktusban, bocsánat, az csak kizárólag tőlem függ. És itt kellene megfogni a megbetegedéseknek azt a részét, amelyek egy lelki megrázkódtatással, az agy közvetítésével szervi elváltozást indítanak el. Na most ebből már következik, hogy a mérgezések, a sugárzások, az orvosi műhibák, kemoterápiák, balesetek, nem tudom én milyen extrém diéták nem tartoznak a germán gyógytudomány körébe. De ezeknek nem is lesznek az agyban lenyomatok. Viszont a lelki megrázkódtatások az agy közvetítésével indítják el a szervi választ. Nos, a lélek agyszervtengelynek a felfedezése és leírása egy paradigmaváltás a medicinában. Rájövünk, hogy fordítva ülünk a lovon, rájövünk arra, hogy tüneteket kezelünk, ahelyett, hogy a valós okokkal foglalkoznánk. De hát ebben van az üzlet természetesen. A konfliktus pillanatában kialakulnak azok a sinek, amelyek csak azt jelentik, hogy rögzítjük a körülményeket. Milyen körülmények között éltem én meg egy bizonyos helyzetet. És akkor teszem azt valamilyen pollenre, éppen allergiás leszek. Ma beszéltek az allergiákról. De hát miért maradtam én allergiás? Ja, mert volt egy gyanú, megfogalmazva bennem egy félelem, hogy ja Istenem, ez vajon mit jelent? Ki kell szaglászni a gyanút? És rögzítettem azt a pollent, ami akkor a levegőben volt. Tehát amikor ez a pollen újra megjelenik a levegőben, akkor onnantól kezdve be fogom indítani, magyarul mondom, a takonykort. A megoldási szakaszban jön az elsorvasztott nyálkahártya visszaépítése az orrüregben, és kérem szépen csorog az orrunk, és tüsszögünk egyfolytában. Ennyire egyszerű, egy allergia. Ezek is megoldhatóak, ha tudom azt, hogy
miről szól a történet, mire utal maga az allergén, idézőjelben, legyen szó akár bőr problémáról, emésztési allergiákról, bármilyen allergiáról, ha szóval ez csak egy sim, egy szemtanú, aki ott volt, és figyelmeztet, hogy ezt az ügyet le kellene zárni. Tehát értelmes biológiai külön programokról beszélünk minden esetben, amelyeknek az értelme mindig a túlélés és a faj fenntartása, és egy külön program, amit nem muszáj elindítani. Különben nem indul el. Unalmában senki nem betegszik meg. Tehát mi lenne, ha megtanulnánk úgy élni, hogy ezeket el se indítsuk? Én ebben látom a megoldást és a legfontosabb prevenciót. A megelőzés azt jelenti, hogy tudom, hogy hogy tudom magam megbetegíteni, tehát akkor nem úgy élek, hogy megbetegítsem magam. Hát ez a rák vas törvényének nevezett egyes számú biológiai természet törvény 1981-ben kerül napvilágra, amikor is Hammer doktor visszamegy dolgozni, mert ugye tudjuk, hogy 1% esélyt adtak neki a túlélésre, mivel hogy heredaganat alakult ki nála úgynevezett áttétekkel, amiután az itt látható fiát, a Dirk Hammert, az olasz trónörökös nemes egyszerűséggel erősen itt a állapotban, két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti. Egy kikötőben, ahol ez a gyermek nyugodtan alszik egy csónakban. És 13 év után a gyilkost felmentik. Ennyit az igazság szolgáltatásról. És a mai médiák pártatlanságáról, mert az egész média a gyilkos mellé állt. Szóval, akit érdekelnek a részletek, a Hammer doktor munkásságáról szóló előadásban mind meghallgathatja. Én azért hívom fel a figyelmet a legmélyebben, a legerősebben, az első biológiai természettörvényre. Hogy már amikor ez a váratlan esemény megtörténik, tehát valamilyen félelmet átéltem, vagy teszem azt 90 félelmet éltem át a mai napon, akkor nem zaklatottan le fogok feküdni, hanem tisztázom magamban ezeket a félelmeket, és lezárom békével a napjaimat. Az Újrakezdés új alapokon minden nap egy új lehetőség című előadást tessék megnézni, és ott részletesen kitérek ezekre a lehetőségekre. Tudnunk kell, hogy minden, de minden félelemben az egyetlen valóság csak is az én megélésem. Soha nem az számít, hogy ki mit látott, vagy mi volt a történet. Ez teljesen másodlagos dolog. Az a lényeg, hogy én mit éltem meg. Na ez viszont kiderül, hogy már be van járatva az agyunkban egy reakció. Mi valamire így reagálok. Nem tudatosan gondolkodok. Tudat az nincs. Biológia. Mert ez a legegyszerűbb. Reagálni. Üs vagy fuss. Ez itt a kérdés. Nem élni, nem lenni vagy nem lenni, nem. Üs vagy fuss, ez a biológiai kérdés. A lenni vagy nem lenni, ez már egy magasabb szintű kérdés. Szóval az egyetlen valóság az én megélésem, és vegyük tudomásul, hogy ezért nem tud senki a beteg helyett nyilatkozni. Ne írjunk levelet a beteg nevében, nagyon szépen kérem. Maga a beteg írja le, hogy mi a problémája, ha nem tudja leírni. Akkor diktálja le, és szó szerint azt írjuk, amit ő mond, mert az ő szóhasználatában benne van az, hogy mi volt számára az a megoldhatatlan DHS, vagyis Dirk Hammer szindróma. De mi történik a becsapódás után, ha nem oldom fel még ma este az összes mai napon megélt félelmemet, kellemetlenségeimet, a nem így képzeltem el mondataimat? Itt látjuk a második számú biológiai természettörvényben, hogy két fázisban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram. Van egy konfliktus aktív és egy megoldást követő fázis.
Ugye minden lélek vagy szerv szinten megy végbe, és látjuk a koponya CT-t is, a konfliktus aktív és a megoldás követő fázisban, hát azért van némi különbség. A konfliktus aktív fázis mindenki számára ismert, mert ha valaki feszült, ideges, zakatol az agya, mert még mindig azon jár a feje, hogy de hogy lehetett ilyet csinálni. Vagy egy mitől félek én, most hallottam valamit a médiákban, és most már az agyam csak azon az egy dolgon jár. És az a nagy problémám, hogy vajon mikor fog leállni a szívem. Vagy mikor áll le a légzésem. Mert ilyennel is találkoztam, akinek ez a félelme. És ezt próbálja kontroll alatt tartani. Miért? Mert ott van benne a halálfélelem. Tehát ameddig ez van, addig zakatol az agyam, leizzadok, mármint hogy hidegverejtékes leszek, mert a szimpatikus idegrendszer tónusfokozódása azt jelenti, hogy szűkülnek az ereim, és hideg a kezem, hideg a lábam. Nincs nagy étvágyam, nem szoktam rendesen enni, le fogunk fogyni, és este, ha lefekszünk, felébredünk, és nyugtalan az alvásunk. Csak hogy néhány általános dolgot foglaljuk össze, és szerintem, aki már volt stresszben, életében, az természetesen ezeket ismeri, hiszen a mai világunk nem arról szól, hogy szórakoztató, nevettető műsorokat adjanak, most már minden csatornán, csak a pandémia vészforgató könyvéről van szó. Semmi másról nem lehet hallani. Miért? Pontosan azért, hogy az embereket félelembe tartsák. Ezért időszerű erről az egészről beszélni. A megoldása a konfliktusnak azt jelenti, hogy lelkileg megnyugszunk. És nagyon szeretném, ha az előadás után mindenki meg tudna nyugodni lelkileg. Mert akkor ez a lelki megnyugvás az agy közvetítésével elindítja a szervi választ, vagyis helyre tesszük mindazt, amit a félelmeinkkel úgymond a konfliktus aktív fázisban a túlélésünk érdekében egy kicsikét áthangoltunk. Mindjárt meglátjuk, hogy ezt hogyan tesszük a harmadik törvényben. A megoldás követő fázisa tehát azt jellemző, hogy megnyugodtam érzelmileg, elkezd fájni a fejem, mert az exudatív fázisban a folyadék beáramlik szervi szintre és az agyirelébe. Ezért fáj a fejem, és szervi szinten megjelenik a gyulladás minden gyönyörűsége, hogy piros, hogy duzzad, hogy fáj, hogy meleg, és nem működik rendesen. Rubor, tumor, kálor, dolor, funkciólézer. Tudjuk jól. Ez sem tart a világ végezetéig, de lehet természetesen gyulladást csökkentőt bevenni, és nem olyan szereket, amelyek visszatesznek engem a konfliktus aktív fázisba, hanem tünetileg gyulladást csökkenteni. Lehet jegerzacskót rakni a fejünkre, a tarkunkra, lehet kérem szépen izzasztó teákat inni, mert vannak olyan helyzetek, amikor itt nagyon, de nagyon fokozott izzadás fog belépni, főleg, ha a magányosságunkat sikerül feloldani, vagy az egzisztenciális félelmeinket, és pont erre hajt a mai rendelkezés, távolságtartás, maszk és egzisztenciális félelem. Szóval ismerik a világ vezetői, nagyon jól ismerik a germán gyógytudományt, legyünk megnyugodva. Az exudatív fázis után jön az epileptoid krízis, ami attól függ, hogy milyen programot indítottunk, lehet, hogy éppen eltűnik minden fájdalma, és azt hiszem, hogy meggyógyultam, majd újra jelentkezik a hegesedési fázisban, de lehet, hogy még fokozottabb görcs jelentkezik. Lehet, hogy az exudatív fázisban eltűnt a fájdalmam, mert egy ős száj nyálkahártya program szerint működik a történetem, megszűnt mondjuk a gyomorfájásom, de jön az epileptoid krízis, amikor akkor a gyomorgörcsöm és olyan gyomorvérzésem lesz, hogy ihaj, mert egy kicsit túlzásba vittem a bosszankodást. Szóval az epileptoid krízis, azért ezt a nevet kaptam, mert az epilepsziás görcsrohamnak, és itt van a helye, amiről már tudjuk, hogy
két konfliktus együttes hatása és működése, egy elválasztási konfliktus, amiből lesz az absence, vagyis az eszméletvesztés, és egy mozgással kapcsolatos konfliktus, ami az izomrángásokat okozza. Ennyi az epilepszia, van róla webkonferencia. Akit érdekel, megnézi. Az epileptoid krízis nem a mi szivatásunkra történik, hanem pont azért, hogy legelőször az agyi központ tudjon helyre jönni, onnan kipréselődik a víz, megszűnik a fejfájás, és több vizeletünk lesz, mint amennyi folyadékot megittunk ennek az epileptoid krízisnek a leszálló szakaszában. Utána megint kimelegszik kezünk, lábunk, megint jó a hangulatunk, jó az étvágyunk, de eszméletlen fáradtság fog rajtunk erőt venni. És ez megint egy nagy kérdés, hogy én ezt tudom, vagy nem tudom, hogy itt mi van. Ismerem, vagy nem ismerem a kétfázisúságát a biológiai programoknak. Mert ha ezt tudom, akkor ülök nyugodtan a fenekemen, mert tudom, hogy néhány nap és teljesen meggyógyultam. Vagy innen akasztom el a program befejezését, és kezdem előről, és újra, és újra, és újra. Nos, hogy mi történik a kétfázis alatt, a harmadik természettörvény tisztázza számunkra, ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, természetesen ebből adódóan háromféle dolgot tudunk csinálni, vagy szaporítjuk a sejteket a cél érdekében, vagy sorvasztjuk, vagy a működésüket fogjuk változtatni, anélkül, hogy a számunk megfogyatkozna, vagy szaporodna. Itt látjuk azokat a lehetőségeket, amelyek ebben az esetben adottak, és természetesen ezek a dolgok mind-mind láthatóak a konfliktus aktív szakaszban. Mármint, amit az agytörzs és a kisagy irányít, ott mindig sejt szaporítással indul a program, de azt látjuk, hogy a megoldást követő fázisban, kérem szépen, a felesleges sejteket le fogjuk bontani. Hát ez teljesen normális. Az agyvelő és az agykéreg által irányított programokban a sejtek száma csökkenni fog, viszont a megoldásban visszaépítjük a hiányzó sejteket. Ez is teljesen logikus, egyszerű és normális. Ha pedig a működését a sejteknek gátoltam, fékeztem, visszafogtam, akkor a működést fogom helyreállítani a megoldás követő fázisban. Ez ennyire egyszerű. És vajon hogy jött rá erre Hammer doktor? Hát természetes, visszalapozott az alapokig. Mindenkinek azt tudom ajánlani, ha bármilyen szakmával foglalkozik, menjen vissza az alapokig. Nézze meg a régi könyveket, hogy mit írtak bennük, mert ott még megtaláljuk azokat az információkat, amelyek nem voltak elfelejtve. Szóval az élet ugye a megtermékenyített petesejtből indul ki, az élet, mármint az az élet, amit ebben a biológiai bőrbuciban fogunk itt végigjárni ezen a bolygón, mert az élet valójában egy végtelen folyamat. Ennek egy része az, amit ezen a bolygón töltünk el mindannyian. No, a megtermékenyített petesejtből kialakul, itt a bal oldalon látható három csíralemez, és az abból származó szöveteket, illetve szerveket látjuk a különböző nyilakkal megjelölve. Látható, hogy ami belül van, ugye sárga színnel jelölve, endoderma vagy belső csíralemez magyarul, abból a belső részünk lesz, vagyis a szájüregtől a végbélnyilásig tartó hosszú cső, és az agytörzs irányítja az egészet. Mindet sárga színnel látjuk bejelölve. Az agytörzs nem csak a falat konfliktusokkal foglalkozik, nem csak kenyérrel él az ember, nem kell hozzá, kérem, biológiai szinten még víz, levegő, fény és hang. Ezeket mind az agytörzs fogja biztosítani, majd megmutatom. A külső csíralemez, itt piros színnel látjuk, ugye, az a piros babára mutat, mert ugye azt jelzi, hogy a külső bőrünket, tehát a bőrnek a felszínét, ami elválaszt engem a külvilágtól, ez a sejtréteg fogja létrehozni, meg még egy csomó minden mást is, de ezt viszont az agy kéreg irányítja, ezt látjuk itt piros színben, nyílirányú metszetben, és természetesen
A jobb felső sarokban láthatjuk ezt abban a képben is, amit a koponyalappal párhuzamosan készült CT felvételeken láthatnánk, ha az ilyen szép színes lenne, de hát ezek grafikus ábrák. Középen maradt a narancssárga színnel jelzett középső csiralemez, és azt látjuk, hogy van egy rétege, ami a sárga, vagyis az endoderma, vagy belső csiralemezhez tapad. Nos, ezt kérem szépen a kisagy által vezérelt biológiai programoknak fog sejteket adni. Itt látjuk a kisagynak is a nyílirányú metszetét és a koponyalappal párhuzamosan készült grafikus ábrázolását, és a másik réteg viszont, az a piroshoz tapad, azt viszont az agykéreg alatt levő fehér állomány fogja irányítani. Nos, itt csak annyit jegyezzünk meg, nem kell ezt megtanulni, hogy valaki meggyógyuljon. Ez csak azt a célt szolgálja, hogy lássuk, hogy rend van, és hierarchia van a biológiában, és nincs metasztázis. Ezek a nyilak egyirányúak. Visszafele nem működik. Akármilyen ártó szándékkal küldenek el minket melegebb éghajlatra, vagy oda, ahonnan a világra pottyantunk, ez a folyamat visszafele nem fog megtörténni. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem fog mondjuk egy májsejtem gondolni egy nagyot és merészet, és csontsejté alakulni. Vagy nem fog egy tüdősejt gondolni egy nagyot, és az agyban csinálni egy úgynevezett áttétet vagy metasztázist. Ezek kérem szépen, mesék. Senki még bebizonyítani nem tudta, hogy ez így van, viszont ne feledjük, hogy amikor lebontjuk a felesleges sejteket, akkor azok nem a kukába mennek, hanem a nyírokrendszer lesz az, ami újra hasznosítja ezt számunkra. Na, ennyit kell erről tudni. És a csodálatos tudományos táblázat, amit Hammer doktor szerkesztett, és amit mások meg átszerkesztettek, más néven kiadtak, szóval ez adja meg számunkra azt a logikus gondolkodást, ami szükséges ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan működünk. Tehát ez egy fantasztikus remekvő, mert megadja az újfajta gondolkodásnak a vázlatát. Mondom, a vázlatát, mert ne gondoljuk azt, hogy egy 1 méter 20x1,60-as papíron az egész medicina elfér. Viszont elfér minden olyan gondolat, ami egy új gondolkodással új megoldásokat fog hozni számunkra. Szóval a sárga oszlop ebben a táblázatban az agytörzs által irányított falat konfliktusokat tartalmazza, mert, mint mondtam, táplálék, levegő, víz, fény és hang szükséges ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk. Ez kizárólag csak rólunk szól. Itt nincs még jobbkezes meg balkezes. Nem, itt jobb oldalt bemegy a kaja, bal oldalt kimegy a kaka, de részleteket a konfliktus típusok leírásban a weblapon kaphatunk. Amit nagyon fontos, hogy sejteket építünk konfliktus aktív fázisban, majd lebontjuk azokat a megoldást követő fázisban, és amikor azt éljük meg, amire most minket kényszerítenek, hogy elszigetelten, magányosan éljünk, és egzisztenciális konfliktusaink vannak, ezzel adjuk be a mattot, saknyelven fogalmazva, önmagunknak. Mert visszatartjuk a vizet a szervezetünkbe, és elképesztő mennyiségű víz gyűlemlik össze. Legutóbbi esetben hallottam, hogy egy betegtől 30 liter vizet engedtek le a kórházba. Mikor levelet írt és leírta a tüneteit, rögtön mondtam, hogy azonnal menjen a kórházba. Kérem szépen, van az a pont, ahol már nem tudunk segíteni, ahol már túllőttünk a célon, ahonnan már nem lehet a germán gyógytudomány ismereteivel valakit visszahozni. Az ismeretek arra valók, hogy úgy éljünk, hogy meg se betegedjünk. Ha akit a terápia érdekel, két előadást is talál arról, hogy milyen a
miről szól a terápia a germán gyógytudományban, de most erre nem szeretnék kitérni. Tehát a sárga oszlopról a falat konfliktusok szólnak, és itt a táblázatnak az alján fogjuk találni azokat a programokat, amelyek kifejezetten a sima izmokról beszélnek. Mert minden cső belül nyálkahártya, középen egy rugalmas valami, és kívülről kötőszövetű blokk. Na most ez a rugalmas középső réteg, ez rugalmas rostokat és sima izom elemeket tartalmaz, más-más arányban, minden helyen megvan a megfelelő összetétel, de a sima izomelem az egy speciális dolog, erről is van előadás a falatkonfliktusok során. Nos, a narancssárga oszlopban, itt felül találjuk a kisagy által irányított programokat, és ezek arról szólnak, hogy vélt vagy valós támadás, bemocskoltság, gondozási konfliktus. Mit jelent ez? A gondozási konfliktus, hogy túlzásba vittem az aggódást, vagy ennek a fordítottja a vita veszekedés. Mind a kettő, a mell tejtermelő mirigyének a túlszaporodását fogja okozni, az adenokarcinomát. A bemocskoltsági konfliktus is egy illúzió lehet, amikor a megszégyenülésről van szó. De hát konkrét bemocskoltság, ha beestem a pöcegödörbe. A támadási konfliktus is vélt vagy valós támadásról beszél, mert nem kell engem megtámadjanak az utcasarkon öten, elég ha attól félek, hogyha itt befordulok, akkor megvernek. Tehát ez bizonyítja, hogy a nagy okos agyunknak a valóság, az álom és az illúzió egy és ugyanazt jelenti. Ezért kell lezárni békével a napokat, kezicsókolom, mert nem fogjuk tudni a programjainkat másképp lezárni, mert azt, ami régen elmúlt, és én ma még mindig ezzel foglalkozom, az agyam most is, ebben a pillanatban ezzel fog foglalkozni. Hiába elmúlt, de ezzel foglalkoztatom az agyamat, tehát ő most így foghatni rám. Félhetek én most a jövőtől is, az is egy illúzió, illetve az úgy fog alakulni, ahogy mi döntünk. Ez egy másik kérdés. Tehát az nem bizonytalan. A jövő egyáltalán nem bizonytalan. A múlton viszont semmit nem tudok változtatni, de ha valaki tudna a tegnapi napon változtatni valamit, legyen szíves, írja meg, mert lenne egy-két kérésem, jó? Szóval egy dolgot tudok tenni, hogy másképp tekintek a tegnapi napra, mint eddig. Másképp nézek a mai nap eseményére, mint akkor, amikor az megtörtént. És ez fogja jelenteni a valós megoldást. Innentől jön be a kezűség kérdése, hogy ki a biológiai jobb és balkezes. Az agyvelő fehér állománynak a szürke magvait tartalmazza, az önleértékeléssel foglalkozik. Itt találjuk a narancssárga oszlop közepén, és az önleértékelés, önpusztítás azt jelenti, hogy itt sejtszintű sorvadás indul el. Fájdalom nélkül sorvadunk. Ez egy néma gyilkos, kérem szépen. És csak azt veszem észre, hogy elroppant a nyakcsigolyám. Igen. Mert én vagyok az igazság bajnoka, és mindent az igazság mérlegén mérlegelek. Hogy ez igaz, nem igaz, igazságtalanság. Igen, tele van a világ igazságtalansággal. Most ebbe bele kéne pusztulni? Tönkre kell tenni a nyakunkat miatta? Megéri? Ha igen, tessék csinálni. Megoldásba jön a rettenetes fájdalom, csak szólok. És erről természetes külön előadások vannak, több mint 40. És végül az agykéregnek a programjait itt találjuk a piros mezőbe. Ugye azt mondtam, hogy itt is sejtszintű sorvadással indul a program, akár birtok, akár elválasztási konfliktusról beszélünk, és a megoldásba fogjuk visszaépíteni. Itt azért már a fájdalom megjelenhet konfliktus aktív szakaszban. Tessenek megnézni fájdalomról szóló előadást. És azt is mondtam, hogy az agykéreg képes arra, hogy működésváltozással segítsen a túlélésünkbe, és ezeket a programokat, a táblázat piros oszlopának alján fogjuk megtalálni.
Itt van egy kérdés a fólia alján, és ez nem egy költői kérdés, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tegyük őket feleslegessé. Akit érdekel, természetesen erre is kap választ a weblapon. A krónikus betegségek, ugye, amelyeknek az oka ismeretlen, autoimmun, genetikai, rosszindulatú, és a még fantázia, még ki fog találni dolgokat, szóval egyetlen oka a fel nem oldott konfliktus, kérem szépen. A fel nem oldott konfliktus. Ez az egyetlen oka. Itt látjuk az első ábrán, hogy tényleg még mindig benne csücsülünk a konfliktusban. Miért? Mert ellenszegülő vagyok. Mert én mindenre beintek, mert azért sem. Ez egy 3 éves gyereknek jól áll, de egy felnőtt embernek cukorbetegséget fog okozni. És hogy lehet ezt megszüntetni? Hát amikor elkezdek másképpen gondolkodni, és megtanulom elfogadni, hogy másnak lehet más a véleménye, még akkor is, ha nem egyezik az enyémmel. Megtanulom elfogadni, hogy a szomszédom büdös. Megtanulom elfogadni, hogy az anyósom nem egy egyetemi professzor. És akkor mi van? Köszönjük meg neki, hogy megszülte a párunkat. Tegyük félre az elvárásainkat. És honnan vannak az elvárások? Na, erről lesz szó aztán a kifejtésben, hogy vegyük már észre, hogy miért élünk ilyen elképesztő, csupán biológiai szintű életet. Aztán jön a policiklikus lefolyás, és ismételten tudom állítani, hogy ez legalább nem unalmas. Láthatjuk, a program végigfutott, hurrá, van egy kis szünet, és újra kezdjük, és megint van egy kis szünet, és megint újra kezdjük, és miért? Mert nem zártam le érzelmileg a programot. Kérem szépen, ezt ki fogja helyettem megcsinálni? Ki fog helyettem megbocsátani? Ki fogja helyettem megkeresni a kakiban az aranyat? Hogy de mi a tanúsága annak a dolognak? Jajaj. És jön a legborzasztóbb, a legrombolóbb dolog, a függőgyógyulás. Mert ugyanúgy néz ki, hogy átmentünk a megoldásba, de újra, meg újra, meg újra elakasztottuk egy incurka pincurkát egy-egy újabb sinnel. Mert nem zártuk le érzelmileg. És a sinek emlékeztetnek. Én meg emlékeztetek mindenkit, hogy nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkbe. Úgyhogy nem ezekkel kéne foglalkozni, hanem végre azzal, hogy megteremtsem a békét magammal és a világgal. És akkor, ha nincs konfliktus, nincs betegség. A 4. természet törvényben Hammer doktor az, aki rámutat, hogy a bennünk élő gombák, gombabaktériumok és baktériumok és vírusok, tehát ezeket egy szóval mikróbáknak nevezzük, csíralemez szerint fognak segíteni nekünk. Hoppá! Tehát a gombák meg a gombabaktériumok mindig az ősagyi programoknál lesznek, tehát falat, konfliktus, támadás, aggódás. Ott nem fogunk se vírus, se baktériumot találni. Viszont az agyvelő által irányított önleértékelési konfliktusokban nem fogunk TBC baktériumot vagy gombát találni, hanem csak baktériumot. És az agykéreg által irányított programokban vírusok fognak megjelenni. Ha egyáltalán, amit mi ott láttunk, azok valódi élőlények, mert azért a vírusok nem képesek önmagukat fenntartani. Tehát ez saját szaporodásuk nincsen, nekik egy gazda test kell. Ez kérem szépen olyan, mint egy program, egy számítógépes program, ami átírja a számítógép működését, na erre való a vírus is. Hú, mekkorát elhallgattam én most itt. Csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ami kívülről jön, az nem biztos, hogy jó barát. Mármint a biológia számára. És erre a biológia fel van készülve, mert minden a szervezetünkben itni a szánkon jutott be, és ott lent a lyukon ment ki. Ez a csőrendszer, ez tökéletesen fel van készülve arra, hogy bármi bejut ebbe a csőrendszerbe, azt megoldja. Adott esetben azonnal kiköpi, kihányja.
ha már túl mélyre nyúlt, akkor gyorsított eljárással, és cifra cuccal ki fog jutni a WC-csészébe. Hát ennyi. De amit ártó szándékkal állítanak elő, félelemkeltésre, kérem szépen, az egy teljesen más történet. Az egy teljesen más történet. Nos, láthatjuk itt, hogy gyakorlatilag akkor a gombák és a gombabaktériumok azok, akik az agytörzsi és kisagyi programoknál fognak segíteni lebontani a felesleges sejteket. A baktériumok akkor fognak megjelenni, amikor elkezdem visszaépíteni azt, amit eddig lebontottam, és kitartanak a program végéig, lásd, gennyes foggyökér, és az agykérgi szintnél a vírusok is a megoldást követő fázisban lesznek ottan, és kimutathatók lesznek, ha függő gyógyulásról beszélünk. Tehát egy humán papilloma fertőzés nem oltással kell megoldani, hanem egyszerűen a féltékenységnek a lezárásával. Vagy valaki hallott már olyat, hogy féltékenység ellen van oltás. Szóval ez egy fantasztikusan logikus rendszer, és remélem, hogy ez mindenkit meg fog győzni arról, hogy ezután logikusan gondolkozzon. Mert elég csak kinéznünk az ablakon, és azt láthatjuk itt a tavasz, hogy minden, ami él, az élni akar. Vagyis minden élő lénynek a túlélés és a faj fenntartása az, ami a legfontosabb programja. Ezen belül is a faj fenntartása a fontosabb. Ez a lényeg megértése. És ha innen indulok, akkor nem mondja nekem senki, hogy az, ami a szervezetemben történik, az értelmetlen, az ismeretlen, az rosszindulatú, stb. Az egy másik kérdés, hogy értem vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem. És természetesen feltetnék a kérdést, mint ahogy azt mindenki első hallgatóként fölteszi, és remélem most is fölteszi, egy-két szkeptikus hallgató, hogy ha ez így van, akkor miért nem ezt tanítják az egyetemen? Teljesen logikus a kérdés, csak akkor vissza kell lapozzunk 1907-ig, és meg kéne nézni, hogy miről szól a Flexner tanulmány, akit érdekel, megnézi a Szabadságot a léleknek, című 37 perces videót Guylain Saint-Pierre Lantóval, és onnan ki fog derülni, hogy onnantól kezdődött el az, hogy a medicinát átírták, és a gyógyszeripar átvette az irányítást a medicina felett. A Nagyszombati Egyetem, ami ugye Pozsonhoz tartozik, viszont 98. szeptember 11-én igazolta, hogy Hammer doktor tézisei valósak. Aláírták itt neves emberek, és a következtetésük az, hogy ezt minél hamarabb be kéne vezetni, alkalmazni kéne, és azóta is várunk, míg fel kell majd a nap. Hát kérem szépen, ezt nem központilag fogják bevezetni, erre legyen mindenki felkészülve, viszont ha az emberek ezt elkezdik alkalmazni, és egyre kevesebben fognak félelemből bemenni egy orvosi rendelőbe, mondjuk jogosítvány hosszabbításra fognak csak bemenni, azoknak akkor úgy fog kinézni, hogy nem lesz ekkora forgalom se a rendelőkbe, se a kórházakba. Még akkor sem, ha hatalmas félelmet próbálnak bennünk kelteni. Nos, akkor az elmondottak alapján világos, hogy a hipokondria, a betegségektől való félelem legjobb megoldása az, ha ismerem a germán gyógytudományt. Akit ez érdekel részletesen, könyvet is fog találni róla, nem sokára, és természetesen az előadásokban, amik ott vannak a weblapon, több mint 140 előadás, megtalálja benne a választ a kérdésére. Kérem szépen, ingyen van. Aki erre nem hajlandó időt fordítani, az nyugodtan féljen tovább, és szedje a dili bogyókat. Szóval
Vannak testi tüneteink, amelyek hát normálisan megjelennek. Hát mit tudom én, ettem egy kicsit gyorsabban, vagy egy kicsit nehezebb ételt, és akkor hát lehet, hogy egy kicsit fáradtabbnak érzem magam, vagy mit tudom én, és már is súlyos tünetként értékelek bármit. És hát ez, ennek a csúcsa az, hogy ott van bennem a kontroll, hogy ellenőrizzem, hogy lélegzek-e, és hogy dobog-e a szívem. Hát ezek a funkciók alapvető funkcióim. Ez nem az agykérekhez tartoznak, ez nem neki a feladata. Ez kérem szépen agytörzsi program, a szívnek automáciája van. Azt az ő nyugodt tempójára én tudok hatni, hogy még gyorsabban menjen, vagy lassabban menjen. De van neki saját ritmusa. Hát normális ésszel ezt felfogni nem lehet, csak akkor lehet megérteni, ha bele tudom élni magam, hogy mekkora félelemben él egy ember, aki azt a kontrollt éli meg, hogy neki néznie kell, hogy dobog-e a szíve, és hogy lélegzik-e. Ez már azért nem semmi. Aztán ott vannak akkor, hol azok a dolgok, hogy ritka betegségek, valami ritka betegségben szenvedek, biztos, amit az orvos nem ismer, és ezt elbagatelizálja, és egyik rendelőből megy a másikba. Hát kérem szépen, volt olyan páciensünk, akinek tényleg valami ritka korsága volt, de szóba se jött, hogy ő ezt megoldaná, hiszen ő neki pont ez volt a szép, hogy már pedig őnek olyan baja van, amilyen Magyarországon még csak két embernek van rajta kívül. Hát ő most már valaki. Na mondtam, jó, akkor ha azért jött csak, hogy elmondja, köszönöm szépen. Aztán ott van, hogy amikor nyughatatlanul elkezdünk utána nézni a dolgoknak, és már a végén tájékozottabbak leszünk, mint az orvosok, hát az ilyen betegeket én is imádtam, míg a rendelőbe ültem, és hát aki az internetről mindent elhisz, annak teljesen mindegy, hogy az internetet nézi, vagy a televíziót nézi, mert körülbelül ugyanott a helyzet, csak hogy az interneten megtalálhatók az igazságok is, nem csak a gazságok, csak ezeket ki kell tudni mazsolázni. És annyi időt töltök le, amennyit éppen rászánnak. De hogyha nem tudom eldönteni, hogy mi az igaz és mi a nem igaz, akkor még mindig itt vannak az alapok, úgy hívják, hogy germán gyógytudomány. Szóval aztán vannak azok az emberek, akiknek tényleg negatívak a leletei, de ő mégis állítja, hogy de az biztos, hogy ott neki valami baja van. És én magyarázzam el, hogy de mi történik a más sejtjének ennek a részével ebben az anyagcsere folyamatban. Na, ez volt a nagy problémája. Mondtam neki, hogy viszontlátásra. Szóval ez egyszerűen elképesztő, de emögött is az a fantasztikus félelem van, alapvető félelem, amit ma minden emberben gerjesztenek, és ez pontosan a haláltól való félelem. Csak hát különböző intelligens megnyilvánulásai vannak. Aztán már eljutunk egészen a paranoid tünetekig. Most már aztán üldözési mániám van, már mindenben a veszélyt keresem. Sőt, összeesküvés elméleteket szőnek. Nem kell szőni, kérem. Ma már az összeesküvés elméletek gyakorlata folyik. Ezen már rég túl vagyunk. Meg kéne figyelni, hogy a harmadik világháború folyik, csak biológiai fegyverekkel és nem atombombákkal. Így sokkal olcsóbb és kifizetődőbb. Szóval, amikor meg hol előjönnek, hol nem jönnek elő a tünetek, na vajon mit jelent? Tudjuk jól. Az egész policiklikus lefolyás. Mondtam, hogy itt legalább ez nem unalmas. Szóval még mindig csak azt tudom mondani mindenkinek, aki attól fél, hogy valamilyen betegséget fog kapni, az tanulmányozza a germán gyógytudományt egy kicsit bővebben. Akkor is, ha attól fél, hogy megkapja azt a betegséget, meg akkor is, ha éppen valamit elő szeretne állítani. Mind a két dologra a germán gyógytudomány egy tökéletesen jó megoldás. Na hát, itt még csak a betegségektől féltünk, de eljön az a pillanat, amikor már ez átmegy szorongásba, fóbiának hívják.
Mert már állandósult a félelmem mitől? Az ismeretlentől. Na, ez már nagyszerű. Ez már legalább egy szinttel fennebb van. Eddig csak a haláltól féltem, most már félek az ismeretlentől is. Nagyszerű, 2-0. És elkezdek remegni, reszketni, zakatol a szívem, az agyam, hát erről szól a konfliktus aktív fázis. És amikor túlhajszolom magam ebben az egészben, akkor jön a mellkasi nyomásérzés, meg a fulladásérzés, stb. Stb. És minek utána már teljesen bizonytalannak érzem azt, ahol vagyok, azt, amiben vagyok. Teljesen bizonytalan számomra a jövő. Kihúzták a talajt a lábom alól. Megszűnt a munkahelyem. Mi jönni fog a szédülés? A szédülés, ez teljesen természetes. És ájulás érzése. Mert félek attól, hogy elvesztem az önkontrollt. És megint mutatom. Az önkontroll, akkor most mindenki legyen szíves innentől, keresse meg a pulzusát, és tapogassa, hát, ha kihagy egyszer. Lesz olyan, akinek ritmuszavara van, hogy kihagy, megijed. Na, az csak egy extra szisztolé volt. Szóval kár ezzel foglalkozni. Ami magától működik, abban nem kéne beleszólni, szerintem. Aztán itt van a félelem attól, hogy megőrülök, mert már annyi információ zakatol az agyamba, azt se tudom, hogy mit csináljak. És ez még jobban fokozza a szorongást, mert annyi negatív információt borítanak ránk nap mint nap, óránként, nincs másról szó, csak a halottakról, pandémiáról és félrevezetésről. Ezt mindenki jól tudja, az is, aki csinálja. Az is, aki ezt a rendszert kiszolgálja. Meg az is, aki ennek a rendszernek ellenszegű. Vannak emberek, akik mindent behisznek, mert lusták arra, hogy utána nézzenek a valóságnak. De hát ez van. Ez van, kérem szépen, nem vagyok egyformát, mert nem kényelmesebb leülni a mindent megmondó képernyő elé, és csak bekapni a híreket. Hát nem, ez a legegyszerűbb. Na, aztán már jönnek az elválasztási konfliktusok, most már elegem van az egészből, hagyjatok nekem békén, és eljönnek a zsibbadás érzések, az izzadások, rázahideg, stb. Stb. És miután már megmondták, hogy mekkora pandémia van, és mekkora veszély van odakint, már félek is kimenni. Nagyon jó, maradj inkább otthon. Hú, de nagyszerű, nem kell börtönbe zárni az embereket, maguktól otthon maradnak a saját börtönekbe, és bent rettegnek. Biztos van, aki még otthon is felteszi a rongyot a szájára. Tegye. Én ezzel már nem tudok mit kezdeni, de igyekszek segíteni a végén megoldásokat javasolva. Mondom, javasolva, mert senkinek a gondolkodását én nem fogom megváltoztatni, de meg tudom mutatni a kijáratot ebből a pokolból, amiben éppen benne vagyunk. És természetesen, hogy ha minden ember veszélyes, akkor már félek az idegenektől, vagy már lehet, hogy valamikor már felsültem egy szavaláson az óvodába, ezen azóta se tettem túl magam, dár eltelt 40-50 év, de én még mindig óvodás szinten félek kiállni az emberek elé, és valamit elmondani. Inkább behúzom fülem farkam, beállok a sor végére, és teszem azt, amit a többi. Aztán jönnek ilyen extrém félelmek, hogy félek a repüléstől, a magasságtól, félek a lovaktól, az egerektől, ugye, hölgyeim, az egerektől nagyon jó félni. Felugrik az asztal tetejére. Attól a pici egértől, te jó Isten, az jobban fél, mint az ember. Ja. Szóval vannak ilyen másolt mintáink, mert ha egy kislány azt látja, hogy az anya felugrott az asztalra, mert meglátott egy egeret, ő is ezt fogja csinálni, szóval ezek csak másolt minták. Mi lenne, ha felülvizsgálnánk, és elgondolnánk, hogy kell ez nekünk? Jól érzem én magam ettől a dologtól? Mert ha igen, akkor csináljuk így, hát semmi probléma. Ez is energia, csak ez félelem energia, és ebben van egy kis kortizon, egy kis adrenalin, noradrenalin, tiroxin, hát ezek mind a stressz hormonok, amik abban segítenek nekem, hogy túlviseljem, túléljem a stresszt.
Ez is energia, de van egy másik is. Én azt jobban szeretem. És ez is biológiai. Semmi módosítószerre ne tessenek gondolkodni, annál jobb kábítószer, mint az oxitocin, nincs a világon. Az legtökéletesebb boldogsághormonnak nevezik a biológiában. Tetszettek tudni róla? Majd beszélek még róla. Szóval, és akkor ellenőrizzük, hogy gázcsapot, mert éppen olvastam, láttam a hírfolyamban, hogy Kosdon egy családnak porrig égett a tiszta gerendaháza, és négy gyerek és két szülő kint maradtak az utcán. Borzasztó. Csak a kérdés az, hogy ez egy ilyen történet, kiben indít el egy kis együttérzést és egy kis segíteni akarást. Nyugodtan utána lehet nézni. Szóval aztán, amikor hát a kézmosás, hát ez már, hát kérem szépen, a kényszeres kézmosás, az most már elő van írva, hogy csup-csup, mossuk a kezünket, aztán a bőrünk tönkre megy, nem probléma, sőt, a Semmelweis Egyetem közli a rádióba, hogy 5 pontban hogy kell kezet mosni. Hát kérem szépen, ez már valami. Mert ez fog minket megvédeni a vírustól, hogy megmostam-e rendesen a kezem, vagy nem mostam meg. Hát ha műtétre megy az ember, akkor tényleg illik rendesen megcsinálni azt a kézmosást, de hogy azok a bizonyos vírusok, azok hol vannak, hol nincsenek, ez a hol volt, hol nem volt kategória. Szóval nézzük a kézmosást, fertőtlenítést, és jön a kényszeres pakolás, mert ki tudja, mi lesz. És lehet ezek után egy állandó konfliktus aktív fázisban, alvászavarban, nyugtalanságban lenni, aggódni, csinálni melldaganatot. Szóval értsük meg, hogy a félelem az egyetlen, mondom, az egyetlen halálos betegség. Hoppá. És akkor jöjjön a csúcs, itt a pánik. Kétségbe esett. Itt most már rémületfélelemről van szó, ha ez már agykérgi szinten van. Eddig még csak agytörzsi szinten beszéltünk, de ez már agykérgi szint. Na ezért aztán ez borít mindent. Ez borít mindent, mert ez tudhatni az alatta levő idegközpontokra is. És bennem van egy rémület, egy menekülési kényszer, hogy na elinnen, tűnjünk el innen, és akkor jön a józan néz, hogy talán mégse kéne, mert akkor a gáz még sincsen. Mint ha ketten beszélnének az agyamba. Ez már azért egészen szép. És miért van mindez? Hát itt van frontális félelem. Félelem a jövőtől. És ott van a két hámeri góc, a jobb oldalt és bal oldalt, és ezt kérem szépen, hát ősi csatornákat nyit meg. Ősi csatornákat, mint az ősi pajzsmirigy kivezető csövet, mert sürgősen tenni kéne valamit, és nincs, aki segítsen, vagy éppen a kopoltyú barázdákat fogja ez megnyitni, és csinálok egy non-Hodgkin limfómát, mert az az érzésem, hogy valami kivéthetetlenül jön felém, és nem tudok mit tenni ellene. Valami nagyon rossz, valami nagyon veszélyes, nem a heti főnyeremény. Na szóval. Akit érdekel, ugye a félelem a jövőtől való előadásban, ezt teljes mértékben kifejtem, de itt az a lényeg, hogy lássuk ezeknek a félelmeknek az irracionális voltát, a képtelenségét. Mert a biológiai válasz ugye üs vagy fuss, vagy leblokkolunk, és halottnak tettetjük magunkat. Ilyen is van. És hát jönnek hozzá természetesen a vegetatív tünetek, tehát hogy kipirosodik, vagy elsápad, a remegés, kapod a levegő után, zavart a tekintete, nem szól, nem reagál, vagy éppen az a gondja, hogy szorít a mellkasa, hogy szédül, hogy hány ingere van. Persze, hát bizonytalan, bosszankodik és epileptoid krízisbe került, légszomja van,
mert ugye egy haláltól való félelem, és ez minden. Értsük meg, hogy a pánik aztán egy olyan generalizált, általánosult félelem hullám, ami végigmegy, kérem szépen, minden szinten, de hát a központ, az irányító központ az itt van, a frontális lebegyben. Tehát amikor a germán gyógytudomány szerint meg akarjuk határozni, hogy hol van a félelem központja, akkor itt látjuk a frontális lebegy két oldalán. Ez jó lenne, ha tudomásról vennünk. Na és akkor először is, mikor egy pánikos beteggel találkozunk, akkor nem fogunk neki germán gyógytudományról beszélni, jó? Aztán most nem ott van az esze. Azt vissza kell hozni a pillanatba. Az a legfontosabb, hogy megnyugodjon, és hogy visszakapja a kontroll érzését. Na most, ha megnyugtatásnak a legjobb módja, hogy elterelem a figyelmét. Próbálom a szemkontaktust felvenni vele, és olyan kifejező módon beszélni, hogy a figyelme rajtam maradjon. És valami másról beszélek, vagy egy érdekes dolgot mutatok, ami nem üt el nagyon attól, amiben ő van, csak éppen ott van valami, és azt látod, hogy az milyen nap, hogy tetszik, stb. Tehát a helyzet adja, nyilván az, aki nyugodt, az fog tudni nyugodtan segíteni. Azt fog tudni csak megnyugtatni. Egy ember, aki teli van félelemmel, az ne próbálja megnyugtatni a másikat, nem hiteles. És a kontroll érzésének a visszaadása természetesen, na és itt jön be az, hogy vedd észre, hogy teljesen, normálisan, magadtól életképes vagy. És itt jön a légzéskontroll. Ez egy nagyon jó dolog, mert akkor már a figyelmemet oda tereltem, hogy belélegzem, hogy kilélegzem. És lassan szívom be a levegőt. Három tempó, egy, két, három, belélegeztem, egy, két, három, bent tartottam, egy, két, három, és lassan-lassan kifújom. Na ez azért nagyszerű dolog, mert ez visszahat a keringésre, és lenyugszik a szív is. És ha már lenyugodott a légzés, és lenyugodott a keringés, akkor azt érzi a beteg, hogy visszakapta a kontrollt. Onnantól tényleg meg fog nyugodni. Hát ennyire egyszerű, kérem szépen, ez a dolog, de mondom, ehhez az kell, hogy az illető önmaga tudjon egyszer megnyugodni. Tehát feszült ideges ember ezt ne csinálja. Na most... A fel nem dolgozott félelmek száma és erőssége fogja meghatározni, hogy mekkora harc dúl ott legbelül, ezt ezek után remélem mindenki megértette. És nem kell hozzá újabb konfliktus, csak kimenni a pályaudvarra, és valamivel találkozni, ami még mindig nincs feloldva. És akkor derült égből a villámcsapás jön, hogy hirtelen nem tudom mitől kiértem, és elkezdett úgy dobogni a szívem, és majdnem elájultam, és zsibbadtam, és kiment az erő a lábamból, jaj, valaki fogjon meg, hozzon egy pohár vizet, stb. Mi történt? Nem tudja miért, mert sínre került. Itt van az, hogy zárjuk le békével a napjainkat. És aztán... Ha legalább az ötödik természet törvényt, könyörgök, ezt az egyet jegyezzük meg, hogy minden, ami él, az élni akar, és minden félelemnek az alapja a fajtól, a faj kipusztulásától és a haláltól való félelem, akkor tudnunk kell azt, hogy ezt a félelmet nekünk minden este le kell zárni, és onnantól meg se fogunk betegedni. Igen ám, de akkor itt jön a nagy kérdés, hogy de ki az, aki fél? Húha, és most jutottunk az alapokig. Hogy de ki vagyok én valójában? De tényleg ki vagyok én valójában? Csupán annyi, amennyit látnak belőlem a képernyőn? Vagy amennyit én látok magamban a tükörben, még megborotválkozom? Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a szemünkkel,
a valóságnak, tehát annak, ami valójában létezik. Csak a 4%-át fogjuk látni. A 400 és 700 nanométer hullámhosszúságú sugár tartományt képes a szemünk befogni, és ezt a rezgés tartományt átalakítani idegingerületté, ezt csinálja a 10 sejtrétegből felépített retina, ezt az idegingerületet vezeti a látóideg kereszteződés, félkereszteződés után hátra az agyunkba, a látóközpontba, és ott alakul ki a háromdimenziós kép, vagyis senki nem a szemével lát, hanem az agyával. És ha tudom, hogy én a valóságnak csak a 4%-át látom, nem érdekelne egy kicsit minket az a 96? Itt valahogy rá kéne döbbenni, hogy ameddig én félelemben élek, addig nem vagyok se okosabb, se bölcsebb, mint a nyuszi kint a fűben, vagy a róka, vagy mint a mókus fenn a fán. Pont ugyanúgy élünk. Üss vagy fuss, és tartsd fent a fajt. Tényleg ennyiről szólna az emberi lét? Na, ezeken a dolgokon kell mélyebben elgondolkodni, és nem spirituális irányban elszállni, hogy 20 centivel a föld felett lebegjünk, mert az már egy lebegő konstelláció, erről is szól a Pszichózisok és Viselkedés Változások című könyvem, hanem arról van szó, hogy rájövök, hogy a világot nem a newtoni fizika, hanem a kvantumfizika szerint próbálom megérteni. Hoppá! Ha megnézzük, hogy Einstein is mit mondott, jelzem a weblap főoldalának, az első oldalán, az aktuális dolgokban, a tovább olvasom gombra kattintva, egy csomó információt lehetne megtalálni, ott egy 20 perces videót megnézni, és akkor rögtön érthető lenne, hogy a félelem az hogyan hat a 64 genetikai kódunkra, és hogyan hat az öröm. És akkor mindjárt világos lesz, hogy félelemben kell tartani a népet, mert ha elkezd örülni, vagyis kibékül önmagával, és kibékül a világgal, akkor megtapasztalja az igazi szeretetet. Mondom, az igazi szeretetet. Mert az igazi szeretet az feltétel nélküli. Elfogadás. Az, amit mi szeretetnek nevezünk, csókolom, az biológiai kötődés. Ezért élünk meg konfliktust ezekben a nagy szerelmi csalódásokban. Úgyhogy, ha egy szerelmi csalódásnak van biológiai következménye, akkor az egy biológiai szerelem volt. Nos, tehát a feltétel nélküli elfogadás. Húha, nagyon nagy téma, de sokkal kellemesebb, mint félelemben élni. Rádöbbenhetünk arra tehát még egyszer ötödik természettörvény, hogy mindennek a lényege a túlélés és faj fenntartása. Ez a félelem gyökere, háttere, stb. Na mostan, ha meg tudom nyugtatni önmagam, bármilyen veszélyhelyzet is van, hogy van levegő, van víz, van táplálék, van köztünk pánikból gyógyult hallgató, aki ott volt Székelyföldön az előadáson, és mikor felhívott, csak annyit kérdeztem, hogy levegőd van? Igen. Vized van? Van. Kajád van, vagy küldjek egy féltábla szalonnát? Azt mondja, hagyd már békén, ne hülyeskedj. Mondom, pedig csak ennyi kell a túléléshez. Ennyi kell a túléléshez. Tényleg, ötödik természettörvényre kell gondolni. És akkor a kérdés az, hogy én kivel azonosulok? Ha-ha! Azzal a személyigazolvánnyal, amin odaírják, hogy születési dátum, anya neve, stb. Kérem, az egy biológiai származásnak az igazolványa. Az csupán ennyi. Amúgy egy bejegyzett cég, azért van csupa nagybetűvel írva a nevünk, mert mint cégek vagyunk bejegyezve, de nem akarok megint összeesküvés elméletekbe belemenni. Aki nem hiszi, járjon utána. És nézze meg, hogy miért
történik, nagybetűkkel beír, miért írják meg nagybetűkkel az embernek a nevét, mi az, hogy tengeri jog, meg mi az, hogy szárazföldi jog, egy kicsit belemegyünk a jognak is az alapjaiba, és akkor onnantól kezdve látni fogjuk, hogy a mai nap hol tartunk. Ezeket csak azért dobtam fel, ezeket a gondolatokat, hogy lássuk, hogy a megértéshez és a megnyugváshoz azért nem árt a dolgoknak kicsit utána olvasni, és nem a főmédiát nézni reggeltől estig, sőt, még éjjel is, mert nem tudok aludni. Szóval, ameddig én a biológiai lényemmel azonosulok, addig ő fogja vezetni az életemet. Estimt? Jogi nyelvre lefordítva. Ameddig én a biológiai lényemmel azonosulok, addig a biológiai törvények hatálya alá esek. Ha felül akarok kerekedni, és ki akarok lépni a biológiai törvények hatálya alól, aminek az alapja a félelem, akkor meg kell változtatnom az identitásomat, az azonosultságomat, és nem csupán a biológiai lényel azonosulni, hanem azzal az halhatatlan lényemmel, ami a 96%. Érthető? Biológiai lény vagyok én is, kerek 4%-ban. És kiszolgálom a biológiámat. Kap enni, inni, rendben van, minden cucc, és hagy engem dolgozni, hagy engem alkotó munkát végezni. Tehát, amikor átveszem az irányítást a biológia felett, és a tanfolyamok arról szólnak, hogy kívül a biológia. Amikor valaki megtapasztalja, hogy képes a fájdalmát önmagától megszüntetni, még képernyőn keresztül is csak mondom, hogy mit csináljon, és megszűnik a fájdalma, akkor megtapasztalja azt, hogy tényleg több, mint a biológia. És el kell gondolkodni, hogy akkor én még mindig a félelmeimmel, a szükségleteimmel azonosulok, vagy elkezdem azt az életet élni, ami miatt én erre a bolygóra érkeztem. Mert mi a fenét keresünk mi itt valójában? Miért volt szükséges az én halhatatlan lényemnek belebújnia ebbe a biológiai bőrbuciba? Pontosan azért, hogy a gondolatok és érzések által rádöbbenjen arra, hogy ő nem egy biológiai lény csupán. De ehhez át kéne adni neki az irányítást, és ez egyszerűen csak annyi, hogy megváltoztatom a nézőpontom. Ennyi, hogy nem azonosulok a 4%-kal, mert magyar ember tudja, hogy nem a farka csóválja a kutyát. Jó lenne ezzel nap mint nap tisztában lenni. Jó lenne ezzel kezdeni a napot, hogy az életemet én irányítom. És csak az történik velem, amire vágyakozom, és a javamat szolgálja. Mert képes vagyok mindent megteremteni, amire vágyakozom, és a javamat szolgálja, mégpedig pénz nélkül. Húha! Hát ha ez tényleg így van, már pedig aki volt tanfolyamon, az már megtapasztalta. Akkor mikor fogjuk a kezünkbe venni nem csak az egészségünknek az irányítását, hanem az életünknek az irányítását is? Megmondjam mikor? Amikor még súlyosabb lesz a nyomás, amikor még nagyobb lesz a félelem. Úgyhogy nagyszerű időket élünk. Ez kell ahhoz, hogy az ember végre felébredjen. Pontosan ezek a megszorító intézkedések kellene. Hajrá! Hadd csinálják! Mert ha minden rendben van, és csak ülök a tévé előtt, és nyomogatom a gombokat, és a jégről veszem a sört, ugye? Magnót hallgatok, omega, keveset járok, gyarok, 20. századi városlakó vagyok, már csak 21. Szóval, amíg így élek, hát addig mit érdekelnek engem a világ nagy dolgai? Amikor megvan a kényelmem, megvan a biztonságom, és megvan a napi söröm. Hát mi kell még ennél több? Na ez az. Pontosan ezért kell ez az időszak, hogy végre felébredjünk, és a kezünkbe vegyük nem csak az egészségünk, hanem az életünk irányítását is. Csak hogy a dolog ott kezdődik, hogy az egészségem irányítását, ha képes vagyok a kezembe venni,
akkor húha, az ilyen embereket már nem lehet félelemben tartani. Hát ezért is kellett mindent elkövetni Hammer doktor ellen. Értjük a dolgot? Ez itten a lényeg. A félelem is egy hajtóerő, mint mondtam. Na de a szeretet is egy hajtóerő. Igen, az egység élményben ott van az a fantasztikus élmény, amikor kívül kerülök a biológián. A biológia ilyenkor oxitocint ad. Az orgazmus alatt oxitocint kapunk, boldogsághormon. Az oxitocin az lesz az, ami segíti a gyermeknek a világra jövetelét, a megszületését, mert összehúzza a mélyzomzatot. Igen. És ha hallgatjuk a más studenten méghent, mi történik? Hát segít már minket konfliktus aktív szakaszban lenyugtatni. Akit elkap a félelem, legyen szíves, zümmögje magában Hammer doktor dallamát. Legjobb, ha mellette van, és úgy énekli, de ha nem, akkor magától énekelje. Úgy is hat. Zümmögje Hammer doktornak a dallamát. Csodálatos dallamról van szó, természetesen az eredetiről beszélek, a hamisítványokat hagyjuk az interneten, a YouTube-on, nézze az, akinek erre van szüksége. De az eredeti dallam az állatokra és a növényekre is hat. A megriadt lovat is lenyugtatta. Be lehetett vinni a kovácshoz, hogy megkörmözzék. Tanfolyami hallgatónk, barátunk mesélte el, hogy oda tette a füléhez a telefonban Hammer doktor dallamát, és mint egy szelíd fiatal csikó bement, és megengedte, hogy megcsináljanak vele mindent. Ekkora csoda van ebben a dallamban. A másik gyerek, akinek ADHD-ja volt, az azt mondta, hogy a Jézuska énekel. És ez a dallam segített felébredni egy másik embert több mint 80 nap után az intenzív osztályon a vigilkómából. Ezek saját történetek, az én megtapasztalásaim, a hozzám jött visszajelzések, Hammer doktornak egy egész könyve van erről, külön meg lehet nézni a csodálatos varázsdallam hatásait, például terhességi pszichózisra hogyan hat, és hogyan fogunk fájdalom nélkül szülni. Konkrét hatás az, hogy ha valakinek fölmegy a vérnyomása, mert nyilván vagy sínre került, vagy elkapta a félelem, elkezdi énekelni, dúdolni Hammer doktorról a dallamot, egy kicsit meghangosítja, és 10 perc alatt lemegy a vérnyomása, rendeződik a pulzusa. De akkor a dallamra figyelek, nem máshova. Nem, akkor Hammer doktorral együtt éneklem a dallamot. Egy fantasztikus megoldás a pániknak a levezetésére, hogy megjelenjek, hogy megint tisztán lássak, és megint eszembe tudjon jutni, hogy ki vagyok én, csupán az a 4%. A választ adja meg mindenki magának, és döntse el ezután, hogy a félelem vagy az elfogadás fogja az életét vezetni. Amint mondtam, a félelem az egyetlen halálos betegség, de nem tudunk félelemben élni, ezért minden félelemre kitalálunk valami megoldást. És van egy listám, hogy boldog leszek, ha. Nagyon jó, ha összeírjuk. Nem hülyeség, nekem is megvolt. Eljutottam a lista végére, és mégis boldogtalan voltam. Na, akkor rájöttem, hogy nem itt kell keresnem boldogságot. De ez megadja azt, hogy mitől félek, mert a félelmeimre találok ki egy megoldást. Azért van egy ilyen listám, mert vannak félelmeim, amire én keresek a józan eszemmel, illetve azzal a nagyokos agyammal egy megoldást. Na és akkor megnyugszok. Hú, már nem is félek annyira, mert van megoldás, nem? De bár. Hurrá! És mi az Isten? Másnap kiderül, hogy a megoldás semmissé vált. És akkor mi lesz? Konfliktus. És ha van konfliktus, van betegség. Ha nincs konfliktus, nincs betegség. Akkor mi a megoldás? Az, hogy tisztázzom, hogy ki vagyok én valójában. És ez szerint is élek. Hoztam egy-két idézetet. A weblapon találunk recept helyett Osótól néhány gondolatot karbantartásra. Azokat a gondolatokat még háziorvos koromban írtam össze, és a betegnek a recept mellé odaadtam. Most két gondolatot szeretnék Osótól ez alkalommal behozni, mégpedig az, hogy az élet ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. Igen. A kérdés az, hogy élsz vagy félsz.
És ne feledjük el, hogy az élet maga egy fantasztikus lehetőség. Van, akinek egy eszköz arra, hogy felébredjen, és van, akinek csak egy kifogás, hogy tovább aludhasson. És kérem szépen, én megpróbáltam világ megmentői gyakorlatom alatt néhány embert felkölteni, és ezek nagyon idegesek lettek ettől. És rájöttem, hogy az a legjobb, ha hagyok mindenkit tanulni, tapasztalni. Amikor már a kaki valakinek az orráig fog érni, akkor már mindegy lesz, hogy langyos, meg büdös, de ha már az orráig fog érni, akkor talán felébred. S ha nem, akkor majd a következő visszatérésében, mert ugye, mint mondtam, az élet az egy végtelen folyamat. És a félelem az nagyjából annyi, mint ez az árnyék itt. Gyerekkorunkban játszottunk ilyet, hogy a falra vetített árnyékokat néztük, hogy hogyan lehet alakítani. Csak persze azoktól nem ijedtünk meg, mert mi készítettük őket. Vegyük észre, hogy a mostani félelmeik, amiket keltenek, azok is csak árnyékok. Illúzióvilág az egész, amiben benne vagyunk, és minden félelem, amit keltenek számunkra. Szóval remélem, hogy kiderült, hogy az úgynevezett betegségek azok az érzelmi megrázkódtatásoktól függnek, és nem azoktól a tényezőktől, amire a medicina hivatkozik. És ha valós okokat oldjuk meg, akkor foglalkoztunk egy valódi megoldással. Akinek kétsége van afelől, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány-e, az írja be a tudomány a keresőbezőbe, és nézze meg, hogy az első dolog az lesz, hogy reprodukálható. Ami tudomány, az reprodukálható. És ne feledjük, hogy akik a világot vezetik, ők is tisztában vannak vele, hogy ez így van, és ezért alkalmazzák ellenünk pontosan azt az ismeretet, amit nem engedtek tovább adni akkor, amikor ezt Mindhammer doktor felfedezte. Tehát a lényeg csak az, hogy feloldom-e érzelmileg a DHS-t minden este, vagy szenvedek tovább tudományosan. Én megköszönöm mindenkinek a jelenlétet és a figyelmet.